Budapest, ha szerda, akkor Nikolett tartja Gáspár Laci, 39. Az énekes immáron 7 esztendeje minden egyes szerdán a gyönyörű feleségével randizik, amely nap egyes egyedül a szerelmükről szól. A kapcsolatunk elején valahogy mindig úgy alakult, hogy szerdánként értem rá, akkor tudtunk találkozni. Ez 7 évvel ezelőtt volt, és megtartottuk ezt a szokásunkat, a szerda csak a miénk, az a mi rendi napunk, mesélte a Bliknek mentora. Laci és Niki még úgy is tartja a szerelem szerdát, hogy azóta gyarapodott a család. Fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, a szerelmünk lángját meg kell tartani, magyarázta Laci, aki ezeken a napokon moziba, ebédelni viszi szerelmét, de előfordul, hogy egész nap kirándulnak. Az énekes úgy érzi, még soha életében nem volt olyan odaadó párkapcsolatban, mint most. Úgy véli, természetesen ez is a feleségét dicséri, mellette lettem igazán romantikus, ő az a nő, aki ezt kihozza belőlem. A kedvéért megtanultam főzni. Volt olyan alkalom, hogy egyedül vártam otthon, Noel a nagyszülőknél volt, én meg különleges vacsorát készítettem neki, jó borral és zenével. Szereztem be finom olajokat, gyertyákat, majd megmasszíroztam egy hosszú nap után. Ezeket mind tőle tanultam, és nagyon jó érzés adni, a másikat boldoggá tenni. Niki is az a típus, aki minden apróságnak örül, imádom, ezért tette hozzá Laci, hozzátéve, nem csak ő töri a fejét meglepetéseken. Én már bent voltam a városban, amikor Niki írt egy üzenetet, azt kérdezte, mikor érek rá. Majd elküldte a szálloda nevét, a szobaszámot és ott várt. Óriási meglepetés volt, hogy mindent leszervezett arra a napra, nekem meg csak élveznem kellett a kikapcsolódást. Laci szerint a randi napjuk a gyerekeknek is a hasznára válik, ezt nem csak magunkért, hanem az egész családért tesszük. Ha mi boldogok vagyunk, a gyerekek is azok, illetve ezt a példát látják általunk, mesélte. Így Miriam, Lacika és Noel is tudhatja,
Érdemes keresni az igaz szerelmet, mert igenis létezik, így kevesebbel nem szabad beérni. Egy koncerten ismerte meg Gáspár Laci szeme az egyik fellépésén akadt meg a szépségen. Néhány rajongó a koncert után autogramért várt Lacira, köztük volt Niki is, aki már jó ideje szerelmes volt Laci hangjába. Viccesen még az anyukájának is azt mondta, ha egyszer lesz esküvője, Laci énekel majd azon. Az énekes a koncert után megkérte Nikit, maradjon még kicsit, beszélgessenek, onnantól kezdve pedig már ment minden a maga útján.